Bemutatom a Kristály Média nézőinek Szabó István urat, aki méhész, és Pomázon lakik, Pomázon dolgozik. Legelőször is ugye mi itt beszélgetünk már a felvétel előtt egy kicsit, és sok érdekességet mondott a méz termékekről. Hát legyen kedves akkor a nézőinket is, avassa be abba a különleges méz termékekbe, amik itt láthatóak a pulton. Gondolok itt most a napraforgó, a selyemfű, a hárs, meg az egyéb olajfűz, tehát ilyeneket, amiket az ember nem mindenütt talál meg mézfajtákra. Ezekről legyen kedves, meg természetesen önmagáról, hogy hogyan dolgozik, miként lett méhész. 11 évvel ezelőtt kezdtem el méhészkedni, és megérintett ez a csodálatos világ, a méheknek a társadalma. Valami fantasztikus, hogy milyen társadalmamban, milyen szervezettségben élnek, mint a lehetne az emberek számára. És alapvető célom az volt, hogy baráti társaságnak, a családnak minél több fajta, és minél egészségesebb, minél jobb termékeket állítsak elő a méhekkel. Fantasztikus, egy csoda a méz. Valamikor kultúrája volt, és én, mint méhész, azt a célt tűztem ki, hogy igyekezzek ezt a kultúrát, ezt a méz fogyasztási kultúrát valahogy visszaadni. Ezért is kóstoltatok én a mézeket. Hát különböző fajta mézeim vannak. Tehát alapvető cél az volt, hogy minél több fajta legyen. Tehát ne csak a akácmézet és a vegyes virágmézet ismerik az emberek. Ennél sokkal szélesebb a paletta. Hogyha arra gondolunk, hogy minden virágzó növényből tudnának a méhek mézet készíteni, és minden növénynek más-más hasznos tulajdonsága van, akkor jogosan el lehetne várni, hogy különböző fajta mézeink lennek, különböző, tehát legyen, ahogy ön is említette, legyen napraforgó méz, olajfűzméz, legyen galagonya méz, akácméz, hagyományosan akkor esetleg hársméz, ha erről beszéljünk, és én igyekszem ezeket előteremteni. Igen, itt a galagonya mézet meg is kóstoltatta velem, és tényleg én még nem is hallottam róla, nagyon finom méz, és amit megmutatott, ez a napraforgó méz, aminek az állagáról mesélt egy kicsikét, tehát hogy is van ez? Grízesedik a méz? Nem, grízesedik, ikrásodik. Ikrásodik, igen, ja, a grízesedés az másról szól. Jó, hát elnézést a botlásért, de ugye a szakember az jobban tudja. Tehát mi történik ezzel a mézzel? Tehát minden méz, tehát csupa nagybetűvel, három nagybetűvel méz. Igen. Ikrásodik. Tehát legyen az akácméz, vagy napraforgó méz. Itt alapvetően a szőlőcukor és a gyümölcscukor aránya határozza meg a méznek a ikrásodási fokát. Tehát, hogyha nézzük a szőlőcukor és a gyümölcscukor arányát, a 41% a cukroknak a akácmézben gyümölcscukor. Tehát a gyümölcscukor az nagyon sokáig hagyja, hogy folyékony maradjon egy méz. Ha a szőlőcukor nagyon magas a napraforgóban, vagy esetleg a repcében. Tehát ezeket alapvetően látszik, hogy egy idő után elkezdenek ikrásodni. Látszik, hogy más is a szerkezete, így az üvegen belül. Igen, tehát ha lehet látni itt ezeket a mézeket, minden méznek más-más a fajta jellege. Tehát el kell különíteni nem csak ízre, hanem állagra is. Tehát az állagát jelenti az, hogy egyiknek opálosabbnak kell lenni, másiknak ikrásabbnak, akkor itt az akácméznek szinte áttetszőnek és ilyen zöldes árnyalatnak, ami hogy a növénynek, ha lehántoljuk a kérgét, akkor ilyen zöldes színűnek kellene, hogy legyen a galagonyaméznek ilyen sötétnek. Említette a galagonya mézet, nagyon imádom. És nagyon finom is, egészen különleges íze van. Én 11 éve méhészkedem, és most van galagonya mézem. Én úgy szoktam mondani, hogy a galagonya az olyan, mint egy szeszélyes nő. Nagyon ritkán ad nektárt. Tehát olyan optimális körülmények kellenek, ami tehát páradós levegő is meleg, amiben odaadja a nektárt a méheknek, és utána a méhek
méhész el tudja szedni tőlük. Nagyszerű dolgok ezek. Majd még veszünk föl képet, ahol megtetszik mutatni nekünk azt, amit nekem külön megmutatott, hogy az üveget kiborítja és nem folyik ki belőle a méz. Majd később ezt fölveszük. Most még annyit szeretnék, hogy annyit mondjon el, hogy ön hol érhető el, tehát hogyha a nézőink közül valaki szeretne az ön különleges mézeiből, akkor hogyan találják meg önt? Nekem alapvető célom az volt, hogy mivel Pomázon lakom, ott a családot és a mikrokörnyezetet lássam el mézzel. Tehát a mikrokörnyezetet? Tehát mit is jelent ez? Tehát mivel én ott élek, és ott szeretnék élni még, és az unokámat is ott szeretném látni, és az én kék szemembe nézzem bele a szomszédom még majd 20 év múlva is, azért szeretném ott eladni a mézet, tehát lényegében egy olyan lehetőséget teremteni, amellyel a minőségi mézet el tudok adni. Tehát Pomázon, Németh László utcában lehet megtalálni, háztól elviszik a mézet, évente két alkalommal, ilyenkor ősszel Budakalászon, Pomázon szoktam mézet kóstolni. Hát tulajdonképpen most ez az esemény is, ahol vagyunk, ugye ez a pilisi kóstoló, ez arról szól, hogy a környezetünkben élő őstermelők, illetve az itteni emberek, akik egymást ki tudják valamilyen termékkel vagy szolgáltatással szolgálni, hát mutatkozzanak be és ismerjék meg egymást. Gyakorlatilag ez a kistérségi önellátó részre való rámozdulásnak egy alkalma. Tehát nem is azt gondolom én most, hogy ugye internetes televízió lévén akár Ausztráliából vagy Dél-Amerikából megrendeléseket fog kapni, nyilván nem is tudja kiszolgálni, hanem azt, hogy ezek a fajta különlegességek egyáltalán elterjedjenek, vagy öntől, hogyha valaki a méhészkedés terén tanácsot próbálna kérni, hogy na mégis ezt a fajta mézet ön hogyan kezeli, hogyan tesz rá szert, vagy milyen egyéb szakmai problémákkal próbálnák megkeresni, hát akkor hogyan. Nyilván egy-két kiló méz nem okozna problémát, de hát azért a nagyobb tételben nem. Nem ön fogja az ósrömbe szállítani a mézeket. Nem, az a helyzet, hogy én nekem mindenféleképpen tényleg az a célom, hogy itt a környezetemet lássam el. Általában a karácsony környékére föl is szippantják a mézet, mert ennek 40 családom van, 40 családdal nem lehet sokat termelni, csak keveset, de az minőségi. Tehát minőségileg, és az a cél. Na most baráti társaságban, ahogy említett ez, mi leszoktuk egy részét barterozni. Tehát én adom a mézet, a haverom adja a bort, a másik haverom adja esetleg azt a nyulat, amit ő nevel és vág le, tehát fantasztikus dolog. Tojás, csirkét, pálinkát, egyebek. Ez az, hát így lehet, hogy és akkor én tudom azt, hogy ő mit ad az állatainak. Én tudom azt, hogy én mit termelek, hova viszem, olyan környezetbe vándorlok, ahol természetvédelmi környezetben vannak a méheim, hogyan kezelem őket, és pont ez az, hogy én holnap is a szemébe szeretnék nézni a szomszédomat. Ez a méz ragaszkodik az üvegéhez, hogy nyújtsa a tenyerét, legyen olyan kedves. Mindig szoktam a vevőnek mutatni, hogy ennyire. Tehát, és gyönyörű, szép színe van. Tehát fantasztikus, hogy milyen állaga. Nézze meg, hogy milyen illata van. Tehát az illata, a színe, íze, megnézed te is, Picuri? Nézd meg te is. Fantasztikus, hogy milyen. Tehát ez a méz, ennek fajta jellegének kell lenni. És így lehet megmutatni. Tehát máshogy nincs hitelessége. Nincs hitelessége, ha én ezt most fölmelegítem. Tehát apropó, nagyon-nagyon lényeges dolog. Erről szólni kell. Tehát
ezt a mézet is föl lehet melegíteni. Egy dologra kell figyelni, nem szabad 38 foknál nagyobb vízfürdőbe belerepni. Olyankor a vitaminok meg az enzimek, amik benne vannak, elpusztulnak. Ásványi anyagok, minden elpusztul, és ezt a játékot el lehet játszani nagyon sokszor vele. Tehát vannak nagyon sokan, akik szeretnék, hogy ez a méz folyékony legyen. Legyen? Lehet. De akkor úgy ezt erre figyelni kell. Tehát hogy a 38 foknál nem lehet melegebb az a vízfürdő, amit berakunk. Tehát forró tejába se lehet, bocsánat, elnézés, mert nagyon sokan forró tejába szeretnék fogyasztani a mézet. Tehát kéz... Hát bele is teheti, de akkor vége van, akkor már semmi, akkor már csak az édességet lehet érezni. Nagyon szépen köszönöm, és hát akkor további sok sikert kívánok a méhészkedéshez, és hát sok jó eredményt azt, hogy itt a közelben egymás közötti baráti cserében az önellátás területén tudjunk együttműködni. Ön is, meg hát mindegyik, aki így szeretné az életét a továbbiakban élni. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.